Szevasztok havarok, üdvözöllek benneteket, én Szivar vagyok. És a következő videó, amit elhoznék nektek, ez nem más, mint a Street of Rage 4, ami ez egy kis háttértörténetet szeretnék így elmesélni, ugye maga a játék azért már egy nem mai gyerek, tehát elég régi múltra tekint vissza. Hát ugye én gyermekkori cimborámmal, egyik legjobb barátommal, akivel így azt hiszem, hogy ő 36 év barátság még most is megvan. Szóval nagy játéktermes srácok voltunk. És ugye ez a hát 90-es évek közepe, 2-3-4-5, ugye akkor elég sűrűn jártunk a játékterembe. Ha nem is minden nap, de azt mondom, hogy 7 napból 6-ot ott töltöttünk. Ez volt a minimum. És hát ugye ott az első részekkel még elég sokat játszottunk. Hát ez most egy kicsit modernebb köntösben van, de maga a játék lényege az, mit sem változott. Üzsvár nomapád. Tudsz ugrani, ütni, meg van egy speckó képessége, de is ennyi. Sem skillek, sem fejlesztető, semmik, és ez szerintem nagyon jó is, hogy így maradt, mert egyszerűen ezek az arcade játékokhoz az szerintem legalábbis nem illene, nekem nem tetszene. Szóval azért is örültem, hogy ezt megláttam. Én ezt a Game Passon keresztül ugye kaptam, én ott előfizető vagyok, tehát nem megvettem a játékot. És úgy gondoltam, hogy szeretném megmutatni nektek így tinédzserkori játékaim egyikét. Hát, hogy most ez jó volt, vagy nem volt jó annó. Hatalmas feelingje volt. Hát legnegatívabb ma talán az volt, hogy ugye a zseppénzünket ezt igen hamar elvertük. Így sajnos szégyellel mondom, de néha úgy történt a pótlás, hogy a szülői pénztárcából 1-200 forintot kicsentünk, ami most így mai szemmel már biztos nevetségesnek tűnik, 1-200 forint, mert azért már egy kávét sem adnak. De akkoriban, amikor még a szabadságszabos 10 forintossal működtek a játékmény gépek, azért az bizony az 1-200 forint, az jó pár nap játékunk rá elég volt. Ugye pár évvel később ugye már azért megjelentek az olyan gépek, ami a Dózsa Györgyös 20 forintosan működtek, az már annyira nem volt jó. Nagy sajnos itt szerint kisvárosunkban bezárt a játékterem. Így ennek ez a hobbink ez így. Hát, hogy most sajnos vagy nem sajnos, de abban maradt. Egy-két helyen még azért lehetett találni nagyobb városokban, buszmegállókban gépet, ott már 50, sőt 100 forintosan, például Tekken 3 100 forintosan működött, az már azért nagyon nem volt kifizetődő. Ugye jöttek a Super Nintendo-k, PlayStation-ek, átváltottunk, illetve legalábbis én, ugye ezek megmaradtak, még ugye PS2-m is volt, utána jött a PC, ami azóta is ugye így megmaradt. Szóval, ugye ezt a kis szösszenetet, hogy így elmondtam nektek, most szeretném egy nagyon rövid, mint látjátok, egy kicsikét bele fogtam a játékba, hogy mégis lássam, hogy mint működik. Ami viszont érdekes, hogy nem tudom, maga a játék lett-e vagy nehezebb, vagy én szoktam már lettől, de ez nekem kicsit nehéz volt. Szóval elég hamar elhaláloztam, talán itt a harmadik pályáig jutottam. De minden esetre kezdek egy újat. Én azért maradnék a normálon, azért nem szeretném egyből easy-re tenni itt magamat. És szeretném ezzel a Floyd nevű Jax-re hajazó Mortal Kombatból karakterrel. Hát, hogy bent szerintem oly mindegy, hogy most ez hogy néz ki. Szóval kezdjük vele. Szóval, mint említettem, maga a játékmenet semmit nem változott itt a majd 30 év alatt. Ugyanúgy megyünk előre, én ezt elnyomlám, hogyha nem arogszatok. Ugyanúgy megyünk előre, ellenfeleket pöfölünk, pálya végén nagy boss, közben egy-két miniboss, néha azért még elképzelhető. Egy-két itemet, mint itt például ezt a postalálatra, mint ugye kiütheted, fel lehet venni maga a benne lévő itemeket, ugye néha van benne kaja, pia-terápia, de ugye azzal töltheted a HP csíkodat úgymond vissza. Ugye különböző ellenfelek jönnek, hát ugye nem azt mondom, mert azért vannak pár ellenfelek, de például most ez a Punk-sárcból is van, ez még a gyengébbik verzió, ugye erősebb verzió, amik más színű ruhában lesz, de ezt majd te is meglátjátok. Ennek ellenére én azt mondom, nem tudom, hát lehet, hogy nekem de nekem tetszik. Tehát régen ugye ezek nagyon menők voltak, az ilyen svéle verekedős játékok. Hát az alma mondjuk nem tudom felszedni, szeretném föl, de HP-m ugye nem hiányzott. De viszont pontot kaptam érte, úgyhogy ezt megérte felszedni. Hát ugye régen az a játékteremben, amikor jártál, ugye amikor meghaltál úgymond, vagy már nem volt több pénzed folytatni,
akkor ugye be lehetett írni végén a nevet, ugye ez a három betű volt általában, akkor én még nem Sziva néven futottam, úgyhogy egyszerű volt, pont egy három betűs nicknevet használtam, és ugye mindig mentél, tehát az első, mentél másnap, valaki más már az első volt, hát ezt ugye nem lehetett hagyni, ezt muszáj volt újból nekünk az élet törni, szóval úgy lényegében erről szólt az egész, illetve hát ugye az sem volt azért egy negatív szempont, mondjuk, hogy 10 forintból 2 percet játszottál, vagy mondjuk egy óra hosszát. Esetlegesen, például, mint ugye a Street Fighter 2 volt, azt azért nyomtuk bőven, mondjuk 20-30 forintból már ugye végigvitte az ember. Azért az már nagyon jó volt, az úgy menő volt. Akkor már azért játszotta a fél órát, hármely órát, anyát picsáj. És akkor ez már így azért egy tűrhető arány volt. Főleg úgy, hogy ugye azért pénzből nem álltunk, hogy fú, de nagy valami. Ezt felvesszük. Szóval, ez nem esett jó. Szóval, mint látjátok, itt is különböző fegyvereket ugye lehet használni, úgy, mint vascsőkés, lesz majd kalapács. Hát ezt nem hiszem el most már. Ez már szankciót követ. Jó, ugye én Xbox kontrollerre játszom ezt is. Ugye lehet ütni esetünkben az X gomb. Illetve el is lehet ugye dobni a felszerelést, ami esetünkben a B. Ugye az X-el ütsz, A-val ugrasz, és ugye a háromszöggel lehet a háromszög, na, tessék PlayStation, Y-nal lehet ugye használni a speckó képességünket. Jó, ezt nem akartam eldobni, ezt azért tegyük vissza. Látjátok, itt már mondjuk zöld ruhás a punk srác. Ez egy fokkal mondjuk több HP-ja van, szerintem képességgel nincs neki más. Hát még egyelőre a kaját hagyjuk, mert még azért megüthetnek minket. Fogtak is ugye? Vagy mégis ütöttek? Nézd ide! Fogj! És ők mindig jönnek. Jó, most már felvesszük. Ugye látjátok, hogyha minden ellenségnek ott a kis HP csíkját az enyém alatt ugye mutatja. Jó, amit láttam, azt az autót szét lehet ütni. Nagyon jó, kaptunk egy csillagot. Hahaha, ezt elvasztott. Úgy tervezem, hogy az első pályát megmutatom nektek. És... Hello! Na most nem tudok visszamenni, de visszatudok. A szerencsére. Jó elő óta. Mikha egy gyerek hogy átdobott? Szóval így... Megmutatom nektek így az első pályát, talán az első boss-t, és akkor úgy szerintem... Bár én látod tovább viszont, na még majd még látjuk. Hát egy kis alma, mégis egy kis harpénk azért hiányzott. Oldott is, azt még egyenlőre nem veszük fel. És ez csak egy ilyen... Psa! A pofám lezagad. Ez csak egy ilyen mini boss úgymond, tehát nem fő boss. Ez majdnem sikerült elugrani. Na, majd mindjárt. Tessék meg. Ez jó, fantasztikusan eltaláltam. Hát az anyád, ne kap... Amit látjátok itt, azért ugye a HP-ja már több. Ebből baj lesz. Haha, ezt most elbasztod. Hello. Na most már felszük a csirkét. Jó, alakul már ez. Fogy a HP-ja közt, nekem is. Én már megint jönnek a csövek. Ezeket nem lehet kiütni valahogy? Na, ez elhalálozott, és akkor mehetünk tovább. Ez még ugye nem a fő boss volt, ez csak egy ilyen... Hú, de laza vagy, srác. Megrázó élmény volt része.
Szerintem nekem, igen, ezt akartam mondani, szerintem nekem is az lesz, ha rámegyek. Ó, itt van egy almácska, azt azért felszedjük, van. Hát ezt pont nem akartam eldobni, na mindegy. Hát ugye a körrel dobjuk, hát... Halljabb a PlayStation-t is. Szóval, a B-vel szedjük fel a cuccokat is, illetve azzal is tudjuk, hogy rájön ez a késes. Ezt nem szeretem, mert ez... ezért. Jó. Ő eltisztos járt magát, oké. Okay. Jó, én is magamat. Nagyszerű, csak fel tudom már venni. Öcsém, hát ez nem létezik. Az anyádnak, aki ezt kitalálta? Na, elég legyen most ma. Hát gyere már ide! Na, tessék, fogd meg. Jó, már idottam. Kapd le. Tetted le! Jó, hála jó Istennek, ezt mondjuk fel tudom venni. Remélem, hogy valamelyikbe lesz kaja. Nagyon jó. Oké, megint eldobtuk, sikerült. Egy kis pénz, ezt vissza fel tudjuk venni. Hogyha ez a állandóan eldobja. Jó, annyi volt a cső, ugye elhasználódott. Új, de kemények voltam. És az első. Bosszunk divan évre hallgat. Gyere csak ide. Ez nem jött ide. Nem ilyen elektromos ki jó van nála, vagy mi az úristen ez? Mindjárunk a pafájára. Egy kis alma. Jajajaj! Nem bírtam elmenni most már. Ez jó, amikor így beszorul a sarokba. Jajaj! Na, megint ide jön. Egy menjen. Ez már kicsit nagyobb volt. Jött ide. Aha. Na hát, ezt már ti hiányoztatok. Menjünk ő állna ebbe. Adtál ide ezt nekem? Kapd el. Lecsém ez a késes állat. Hát ez nem hiszem el. Na, most már meg kell nézni. Bőj meg így, jön! Ó, csirke. Na, tessék neked. Na. Elég legyen most már. Na. Van sok HP. Jaj, késő! Már mindegy. Késő vettem észre, hogy... Hát ez nem létezik. Az. Jó van, hát... Fogj meg! Pedig már nem sok apja van! Nekem se. Most... Nem! Picsába! Mellé ütünk is meghalaszt, én is haltam meg először. Na mindegy, hát ugye egy halapink oda is van. De azért legyőztünk. Hát így legalább a hill bónusz, legalább jó sokat kaptunk. Idézélesen. És ugye jön a következő pálya. Aha, börtön. Bólogat, egyik a gyereke. Hát... Oké, okay. Mehetünk tovább. Ezt kinyitjuk. Biztos van. Hát ez biztos volt, ahogy kérnek. Hello, az erről nem volt szó. Az már valami keményebb.
Igen, ennek már több HP-ja van. Kapd meg. Adjad neki. Hát csak nyugodtan beregedjetek, én nem akartam vele szólni. Püff. Jó. Az meg egyenlőre nem kell. Dobol le, mi van nálad? Igen. Ezzel akartam. Na, azért elég legyen. Ezt nem szerintem, ezt a két oldalról vagyunk, ott lesz ez. Itt nem tudsz egy oldalra, egy helyre figyelni, úgymond. És nagyon rossz, hogyha két oldalra ütnek, a csirkét ne hagyjuk ott. Ugyan nem sok HP-nk hiányzott, de... Ah, a jó játék termékebb, csak beszélni kellett, hogy még szétverem, tessék. Money. Meg itt pénz? Hát... Itt buli van? Az a fogos. Lefogott a rendőre. Hú, de vagány vagy. Ebben van. Alma. Minden nap egy alma. És az most távol tartja, ugye? Jaj, püf! Hát azért nem lesz jó. Ha-ha-ha! Igen, na hogy volt az előbb? Te. Ezt kell neked? Ez jó írja. Aha, bunyó van. Már hagyjuk őket érvényesülni. Na, ne velem foglalkozzatok egyben, nyugodtan, nem akartam én közben szólni. Adjad neki, adjad neki. De ne engem, mert menj vissza oda. Na, jó, elég volt a játékból. Még a gyereknapnak. Te mit lopogodsz itt nekem hátul valami? Jó. Na már megint te. Ah, de legalább ennél nincs bajs. Vagy még nem aktiváltam, mi? Igaz? Na, tessék neki. Hiányoltam. Hát leütött. Hát az a vagány zsebbeszedkező gyerek ott a hátam mögött. Jaj, baj, ezzel el kell ugrani, vagy valami, mert gyorsan megüt. Gyere csak ide. Jó, megint eldobtak. Azt vedd már föl, ne dobd el. Hát azt eldobd el. Menj előre. Az igen, hogy általáltam mind a kettővel, mi? Mi volt ez, he? Tetszett? Na, te hiányosta. Na, jó volt, jó eset. Ott jön a másik. Oké, hát te mit csinálsz ott? Egyedül árván. Kapd el. Bántani akart. Ez bántott is? Hát üsd már meg, hát... Na. Ugye, oké, mehetünk. Ó, de jó. Jöjj! Nem létezik, tehát hogy mindig eldobja ahelyett, hogy fölvenni. Hopp, elértem valamilyen achievementet. Új, de kemény vagy.
Még HP nem sok van. Hát így nem is sok lesz. Jaj, van de kar. Állj már le! Meg sem merem ütni. Hát ez nem létezik. Hát... Mert te kemény vagy te? Na, ez jó, na hát... Hát már nagyon hiányoztatok. Elhalálasztunk. De ahogy egy nagy klasszikust idézzünk, visszatértem. Megint jön. Ez mi? Nem tetszik nekem. Á, most lefog a sohart majom. Jó van, hát egyedül gyere, ne így csicskákat hívsz itt ide. Köszönjük sikert. Hát ezt nem hiszem. Nem igazán hatotta meg a dolog. Sajnán mondtam, hogy nem sok HP-je van, de... Van még a rázé, főleg így. Nincs a kemény rendőrfőnök. Hát állj már most már le! Nem áll le. Messze? Na, tessék, nem is tudok el mit csinálni. Hát ez megint meg fog ölni szerintem. Van egy elnézésem. Hát az, de jó voltam. Nos szóval... Ugyan lehet, hogy egy nem egy nagy valami játék, de én úgy gondolom egy-két régi motorosnak ezért a szívmelengető élmény ezzel játszani. Tehát ez alatt a 25 év alatt vagy 30 év alatt ugye maga a játék mit sem változott, megyünk, ütünk, vágunk. Néha szerintem ilyen is kell, nem kell annyira gondolkodni, csak megyünk és ütünk, ami mondjuk nem mindig a legegyszerűbb, amit látjátok, de én úgy gondolom, hogy egy-két óra hosszát simán ki lehet vele kapcsolni ezzel a játékkal is. Szóval én megköszönöm a figyelmeteket, én Szivar voltam, köszönöm, hogy itt voltatok. Ha esetleg tetszett a videóm, egy lájkkal ezt jelzétek nekem, illetve ha nem tettétek volna meg még, akkor csatornámra iratkozzatok fel, a kis csengőt nyomjátok meg, és akkor kaptok értesítést a következő videóról és címről, ami... Ugye ma 7 órakor fog kezdődni, flatpack-kel cryofalozni fogunk, ez már nekem is élőben megy, nem csak felvétel formájában. Szóval nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, megnéztétek a videómat, sziasztok!